Anna Brnabics kormányfő Apatinban ellátogatott a hajógyárba. Az Apatin üzem valamikor a volt Jugoszlávia egyik legnagyobb hajógyára volt. Sikertelen privatizációs kísérletek után a gyár tavaly augusztusban került a Králjevói Arsenal Rem cég tulajdonába. Jelenleg 40 év után az első szerb jégtörő hajó megépítését tervezik, és 400 új munkahelyet is szeretnének létesíteni. Szeretném elmondani önöknek, hogy a kormány mindig a segítségükre lesz, és remélem, hogy a támogatással újra fel fogjuk virágoztatni a hajógyárat. Ez rendkívül fontos lenne nem csak Apatin község, hanem az egész ország számára is. Így megmutathatnánk, milyen erőforrásaink vannak, és mi mindenre vagyunk képesek. A kormányfő Szilágyi megtekintette a 120 éve működő óvodát, melyet a szerb kormány és Apatin község támogatásából újítottak fel 16 millió dinár értékben. Az óvoda tetőtől talpig föl lett újítva, új tetőt kaptunk, új parkettok, központi fűtés, PVC ablakok, csempék, a konyha új, minden új. Nagyon szépek a bútorok, és nagyon szépen köszönjük. Vegyes csoportunk van, 19 gyermek közösen együtt, abból 3 magyar ajkú. Szlavica Gyukicsi Dejanovics népesedéspolitikával megbízott tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, hogy a Szilágyi óvoda a második, amelyet az Apatini községben az utóbbi években felújítottak. 36 millió dinár értékben több népesedéspolitikai kérdést érintő projektumot is támogattunk az Apatini községben. 2018-tól minden évben felújítottunk egy játszóteret. A kormányfő végül Zomborban a piac újjáépítési munkálatait tekintette meg. A zombori piac rekonstrukciója 45 millió dinárba kerül.